Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, tisztelt partnereink, támogatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Digitális Jólét Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Módszertani Központja és a Digitális Témahét szervezői nevében a rendhagyó online díjátadó ünnepségünkön. Az esemény nem csak azért rendhagyó, mert a pandémia következtében idén az online térben tartjuk azt, hanem azért is, mert idén jubilált a Digitális Témahét, amelyet immár 5. alkalommal rendeztünk meg. És van még egy újdonság, hiszen idén nem értesítettük előre a nyerteseinket, így a pályázóink az ünnepségen fogják megtudni, hogy a díjazottak között vannak-e. Én Szabados Tímea vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, a mai díjátadó házigazdája. Ünnepségünk során minden közreműködőnk, támogató partnerünk a Teams alkalmazásban jelentkezik be, vagy videóüzenetben köszönti Önöket, illetve jelenti be a nyerteseket. Azért, hogy a díjátadó gördülékenyen folyék, a Digitális Témahét szervező csapata segít a háttérben, irányítja a folyamatot. Engedjék meg, hogy köszöntsem a kollégáimat, Antal Esztert, dr. Főző Attila Lászlót, Jánosi Zsoltot és Vásárhelyi Virágot. Az ünnepi megnyitó előtt tájékoztatom Önöket, hogy a díjátadót egy rövid szünet után 3:30-kor a Teach Meet követi, amelyen néhány izgalmas projektet ismerhetnek meg. Szeretettel várjuk Önöket erre a mini konferenciára is. Fontos információ, hogy a Teamshez egy másik linkkel fognak tudni majd kapcsolódni, amelyet kollégáink előzetesen megküldtek Önöknek. És most tisztelettel felkérem dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár urat, hogy köszöntse ünnepségünk résztvevőit, illetve hivatalosan is nyissa meg a Digitális Témahét 2020 online díjátadó ünnepségét. Tisztelettel köszöntök én is minden kedves résztvevőt. Valóban nagyon rendhagyó eseménynek vagyunk a szem- és fültanúi. Emlékszem, egy évvel ezelőtt a ELTE kampuszán gyűltünk össze, és nagyon sokan beszéltünk arról, hogy milyen fontos missziót tölt be a digitális témahét a magyar oktatási rendszernek, a digitális oktatási módszertannal kapcsolatos átállításában, és úgy egyáltalán, hogy miért fontos nekünk a digitális oktatási stratégia, miért fontos az, hogy eszközökben, tudásban folyamatosan fejlődjünk, fejlődjenek a kollégák, fejlődjenek a tanulóink, végső soron az egész társadalom digitalizációja haladjon. Akkor még senki nem sejtette, hogy alig néhány hónap múlva az egész magyar köznevelés rendszere lényegében egy témahétté alakul, ami ráadásul nem is csak egy hétig tart, hanem úgy marad még ides tovább 3 hónapra. Hát nem szeretnék a részletekbe belemenni, de azt, hogy a magyar köznevelés rendszere ezt az átállást egy hétvége alatt, meg még néhány nap, ha lehet így fogalmazni, meg tudta valósítani, ebben óriási szerepe volt az elmúlt évek munkájának, az olyan kezdeményezéseknek, mint amilyen a digitális témahét, illetve azoknak a zászlóshajó projekteknek, ha szabad ezt így megfogalmaznom, amelyek egyébként a digitális témaheteket lezáró gálákon, díjátadókon bemutatásra kerültek, hiszen mindannyian emlékszünk olyan gyakorlatokra, amelyeket azóta hát tömegesen, tízezrével alkalmaztak a kollégáink, és jó gyakorlatokként tudtak rá tekinteni. Én nagyon büszke is vagyok ezért az egész témahétre, azokra az aktív kollégákra, akik ebben évről évre részt vesznek, különösen azokra a százakra, ezrekre, akik minden évben feladatuknak érzik azt, hogy ebben vigyék előre a zászlót, jó példával járjanak elől, és tényleg olyan projektekkel nevezzetek ebben a DPMK által szervezett akcióba is, amelyek azt gondolom, hogy tényleg valódi jó gyakorlatokat jelentenek, jelenthetnek mindannyiunk számára. Óriási segítség volt ez azok számára is, akik egyébként kevésbé voltak lelkesek, vagy kevésbé szálltak be korábban ezekbe a kezdeményezésekbe.
Azzal a tapasztalattal a hátunk mögött, amit az elmúlt néhány hónap jelent, bátran mondhatjuk azt, hogy egy óriási forradalmi változás történhetett a magyar köznevelés rendszerében, annak köszönhetően, hogy lényegében mindannyian rákényszerültünk a új munkarend bevezetése kapcsán a digitális platformok használatára. Nyilván több-kevesebb innovációval és technikai megoldással, de azt gondolom, hogy jól vizsgázott a rendszer ezen a téren, és óriási eredménynek tekintem, hogy ilyen mindig három dolgot szoktam elmondani. Egyrészt, hogy Magyarországon az oktatás lényegében rendszer szinten egyetlen napra sem állt le. Emellett, hogy le tudtuk sikeresen zárni a tanévet abból a szempontból is, hogy értékelhető tanulmányi eredmények alapján értékelhető végeredmények tudtak születni. És harmadrészt pedig az érettségit, a szakmai vizsgákat, tehát azokat a kimeneti vizsgákat is meg tudtuk szervezni rendszer szinten, amivel gyerekek tízezrei tudtak tovább lépni, vagy a felsőoktatás, vagy a munkaerőpiac irányába. Ehhez, mindhez óriási szükség volt rengeteg ember munkájára, innovációjára, tudására. Én nagyon büszke vagyok a csapatra, és még egyszer kiemelném, azok az emberek, akik itt ebben a közösségben, digitális oktatás terén viszik az ászlót, azok most tényleg igazi zászlóshajó projekteket tudtak megcsinálni. Amikor március második felében gondolkodtunk, hogy akkor mi legyen, mik azok a programok, amik leállnak, ugye le kellett állítanunk a kompetenciaméréstől kezdve a fenntarthatósági témai tanácsok programot, akkor volt egy kis mosolygása az irodában, amikor a digitális témahét szóba jött, hiszen ez most nem, hogy leállításra kellett volna, hogy kerüljön, hanem lényegében az egész oktatási rendszerünk, hogy a bevezető elején mondtam, ezzé alakult. Mégis azt gondolom, hogy ilyen körülmények között is nagyon jó dolog, hogy ez a diátadó megtörténik, ilyen rendhagyó módon történik meg, ha szabad így mondani, akkor stílusosan történik meg, hiszen az elmúlt heteket valóban monitorok előtt és ilyen alkalmazásokban töltöttük. Egy picit a nyári szünet néhány napján túl léve bízom benne, hogy mindenkinek már ismét pozitív élmény a monitor elé ülnie. Én azt kívánom, hogy nagyon jó szakmai együttlétünk legyen a következő percekben, negyed órákban, fél órákban az egész program vonatkozásában, és ezért is én nagy kíváncsisággal várom a következő programpontokat. Ezennel a digitális téma 7-2020 díjátadóját megnyitom. Államtitkár úr, köszönjük szépen! Kedves vendégeink, folytatjuk az ünnepségünket. Felkérem Horváth Ádámot, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ vezetőjét, hogy köszöntse a résztvevőinket. Szeretettel köszöntöm a résztvevőket, a jövőbeli díjazottakat, akiknek a nevét hamarosan fel fogjuk olvasni. És külön én is szeretném megköszönni a résztvevő pedagógusoknak, az aktív iskoláknak a digitális témahétben való részvételét. Szeretnék visszautalni államtitkár úr szavaira annyiban, hogy valóban ez egy rendhagyó alkalom a digitális témahét kapcsán, de valóban ez a rendhagyó megközelítés ez egy picit más, mint a többi témahét esetében volt, hiszen az elmúlt hónapok esetében a digitális technológiának az alkalmazása az általánossá vált, az összes intézmény csatlakozott valamilyen formában a saját digitális téma hetéhez, vagy digitális téma hónapjához, és ezt szeretnénk egy picit ennek az eseménynek a keretében honorálni. 30 díjat fogunk átadni, összesen 2 millió forint értékben, amelyet még kiegészítenek a külön díjak is, amelyet a különböző támogatóink ajánlottak fel. Az elmúlt hetekben, hónapokban sokan elmondták, hogy a digitális oktatás az egy ilyen veszélyhelyzeti oktatásként valósult meg, amely nem képes teljesen kiváltani a tantermi oktatást, azt a fajta kapcsolatot, amit a diákok a tanárokkal kell, vagy kellene, hogy folytassanak. Ugyanakkor a digitális témahéten résztvevő intézmények
azok talán képesek voltak megmutatni azt, hogy gyakorlatilag a digitális oktatás az nem csak és nem kizárólag csak egy ilyen helyettesítő, a kapcsolatnak egyik formájaként megvalósított kapcsolódás vagy egy csatlakozás lehet, hanem igenis minőségi a pedagógiát és olyan típusú szolgáltatást vagy olyan típusú pedagógiai módszertani alkalmazásokat is meg lehet ezáltal valósítani, amelyek nagyon komoly hozzáadott értéket képviselnek mind a tanulók, mind a diákok, mind a tanárok részéről. És szerencsére annak ellenére, hogy a digitális témahétnek az eredeti, még februárban, márciusban tervezett eseményei, azok jellemzően egyébként tantermi események lettek volna, ahol a digitális technológia a tantermi tevékenységet támogatja. Így is nagyon szép számban voltak olyan intézmények, akik a szükségszerű átállás, a pandémiára való reakció keretében olyan módon át tudták alakítani nem csak a kapcsolattartásnak a módozatait, hanem a pedagógiai tevékenységeiknek is a tartalmát, hogy a digitális témahétben a megváltoztatott feltételeknek és a meghosszabbított időnek köszönhetően tudtak csatlakozni. Még egyszer szeretném megköszönni államtitkár úrnak, hogy az elmúlt 5 évben gyakorlatilag kiemelten támogatta a digitális témahétnek az elindítását és a felfuttatását, illetve azt, hogy gyakorlatilag ez most már a mindennapi életünk részévé vált a digitális témahét keretei között, és én is szeretném akkor gyakorlatilag a DPMK részéről megnyitottnak tekinteni a digitális témahetet, és visszaadom a szót a Tímának. Köszönjük szépen, Ádám! Tisztelt vendégeink, ünnepségünket a digitális témahét külön díjainak kihirdetésével és virtuális átadásával folytatjuk. Elsőként a digitális gyermekvédelem külön díj nyertesei következnek. A külön díjat a digitális jólét program keretében működő digitális gyermekvédelmi divízió és a digitális jólét koordinációs központ hirdette meg. A kategória díjazottjait dr. Froma Richard, a digitális jólét nonprofit Kft. Kompetencia fejlesztési ügyvezető helyettese jelenti be egy videóüzenetben. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a díjkiosztón. Fontos elmondani, hogy a médiatudatosság évek óta kiemelt témakör a digitális témahétnek, és a korábbi években számos kiváló projekt készült, amely tudatos, biztonságos és értékteremtő internet használatát témáját dolgozta fel. Ezért 2020-ban első alkalommal kerül sor a digitális gyermekvédelem külön díj kiosztására a digitális témahétben. Két olyan projektet díjazunk, amelyben a digitális kompetencia és a tudatos internet használat fejlesztése egyszerre összekapcsolódva jelenik meg. Különösen örültünk annak, hogy ezen projektek részét képezte a digitális jövőről szóló történő gondolkodás is. A külön díjat elnyerő pedagógusok projektet megvalósító osztályát egy előre egyeztetett időpontban meglátogatja a DEP utazó digitális élményközpontja, illetve a program keretében az élményközpont munkatársai előadást tartanak, majd a diákok maguk is kipróbálhatják a program során bemutatott LEGO robotokat, drónt, VR szemüveget és a 3D nyomtatót. A két digitális gyermekvédelem külön díjat a következő pályázók kapják. A digitális gyermekvédelem pedagógus külön díját Csordásnét Robert Anna Mária, a Tolerancia jövő toleráns diákja címmel, ez a Gyulafi László német nemzetiségi gyermekoktató általános iskola Veszprémben, ami a keretén belül pedagógus nyert. Gratulálunk neki, valamint a Digitális Gyermekvédelem intézményi külön díját pedig a Rába Patonai Petőfi Sándor általános iskola Jeledünk a jövőben címmel kapta, itt a kapcsolattartó pedig Tuboly Rita. Gratulálunk a nyerteseknek, további szép napot kívánok! Kedves vendégeink, dr. Froma Richardot látták és hallották, szeretettel gratulálunk természetesen mi is a nyerteseknek, Csodásnét Robert Anna Máriának,
és diákcsoportjának, akik a Tolerancia Jövő Toleráns Diákja című projektet valósították meg. Meg is mutatunk egy diát, amelyen a névjegyüket látják, illetve az intézményi kategóriában a Rába Patonai Petőfi Sándor Általános Iskolának, akik a Jelenünk a Jövőben című projektjükkel érdemelték ki a díjat. A következő külön díj kategória a DPMK projekt ötlet pályázata. Erre olyan pedagógiai ötleteket vártunk, amelyek kiemelt célja természetesen a digitális kompetencia fejlesztése. Kritérium volt még, hogy a projektötlet alkalmas legyen arra, hogy azt a pedagógusok a pedagógiai céljaiknak megfelelően, illetve a tanuló csoportjaik igényeihez illeszkedő módon alakíthassák át, és készítsenek belőle projekttervet. A kategóriában 3 pedagógust díjaztunk, jutalmuk személyenként 1-1 50 ezer forint érték, a tanítási munkájuk során is jól használható digitális eszköz. A kategória nyerteseit Bánki Andrea, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelési stratégiai főosztályának vezető főtanácsosa jelenti be. Mielőtt lejátszanánk Bánki Andrea videó üzenetét, engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak neki a digitális témahét valamennyi szervezője nevében, azért a sok-sok munkáért, támogatásért, amellyel az elmúlt években lelkesen segítette az eseménysorozat sikeres megvalósulását. Következzenek tehát a projekt ötlet pályázatunk díjazottjai, Bánki Andrea következik. Szeretettel köszöntök mindenkit! A digitális témahét projekt ötlet pályázat kategóriában ebben a tanévben 3 pedagógus kap külön díjat. Ők Csányi Judit, az Orosházi Vörös Márti Mihály Általános Iskola tanára a Gyere velem a Sakkbirodalomba című projekt ötletét, Csikó Szilvia, a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának tanára a Jövő Városa Smart City 2035 című projekt ötletét, és Tótné Virág Ágnes Anna Mária, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Pataki István Híradásipari és Informatikai Szakgimnázium tanára a Párhuzamosság című projekt ötletért. Szeretettel és örömmel gratulálok a nyerteseknek! Kedves vendégeink, Bánki Andrea videó üzenetét látták és hallották. Szeretettel köszöntjük mi is természetesen a nyerteseket, ismét megmutatjuk a névjegyüket, ezen a dián látják, tehát Csányi Juditnak, Csikó Szilviának, valamint Tótné Virág Ágnes Anna Máriának szeretettel gratulálok én is a digitális témahét szervezői nevében. És haladjunk tovább. A Mesewebbel a Gödöllői Kastély honlap tervező pályázatának eredmény hirdetésével folytatjuk a műsorunkat. A pályázó diák csapatok feladata az volt, hogy egy olyan weboldalt készítsenek a Gödöllői Kastély mesefigurájáról, herceg Egérvári Elemérről, amely 6-10 éves diákoknak, szüleiknek, valamint pedagógusoknak is szól. A 3 legjobb csapat jutalma egy-egy műszaki cikk vásárlására szóló utalvány, 20, 40, illetve 80 ezer forint értékben. A nyerteseket dr. Újvári Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója hirdeti ki egy videóüzenetben. A Gödöllői Királyi Kastély idén először csatlakozott a digitális témahéhez, saját pályázattal, mesetekkel. A kastély mesefigurája herceg Egérvári Elemér részére kellett saját honlapot készíteni középiskolásoknak. Több pályázat is érkezett hozzánk, és a jüri elvégezte munkáját. Pályázatok 3. helyezést ért el a Budapesti Újlak 17 nevű csapat. A zsűri kiemelte, hogy weboldaluk alapját egy animált meseillusztrációt dolgoztak föl, ez képezte a honlap alapját, és elhelyezték a megfelelő alapinformációt is. Második helyezette a Gödöllői Lincei Macskái nevű csapat. Az ő esetükben a zsűri kiemelte a teljesen egyedi hangulatú, mesés háttérgrafikát, responsív dizájn, az összetettebb tartalmat és a humoros szövegezést. Az első díjat pedig az alapváti Cincogó 5-6 csapata nyerte el. Alapos kutatómunka
az áttekinthető, logikusan felépített menürendszer és a gazdag napra kész részletes tartalom, illetve az egész hónap hangulata miatt. A közönség így nyertesét és a szavazás eredményét a kastély hivatalos Facebook oldalán tesszük közzé, pedig ma este. Köszönjük a diákok és a felkészítő tanárok munkáját, a díjakat személyesen itt a Gödöllői Királyi Kastélyban fogjuk átadni, és bízunk benne, hogy a nagy közönséghez ezek a szép eredmények és honlapok minél nagyobb számban elérnek. Kedves nézőink, dr. Újvári Tamást látták és hallották, természetesen mi is gratulálunk a nyerteseknek, akiket természetesen ezúttal is megmutatjuk a következő dián. Tehát a nyertesek még egyszer a budapesti Újlak 17 csapat és felkészítő tanáruk Dombi Tibor volt, gratulálunk. A másik a Gödöllői Líceum Macskái nevű csapat és felkészítő tanáruk Unyi Katalin, szeretettel gratulálunk. És végül, de nem utolsó sorban a Zala Apáti Cincogó 5-6-ot csapat sikerrel szerepelt ezen a pályázaton, felkészítő tanáruk Krebs-Kapai Bernadett volt. Folytatjuk a díjátadónkat, mégpedig a Stifel különdíj győztesének kihirdetésével. A pályázatra intézményi projekttel lehetett nevezni, amelybe a lehető legtöbb tanulót és pedagógust vonják be a megvalósítók. A győztes intézmény nyereménye az ALF tesztkészítő tananyagtámogató és osztálymenedzsment rendszer Gold verziója, amelyet az iskola valamennyi tanára és természetesen diákja is ingyenesen használhat egy évig. A kategória győztesét Gere Ferenc, a Stifel Eurocard Kft. Értékesítési és szakmai igazgatója jelenti be videóüzenetben. Kedves gyerekek és pedagógusok! Nagy örömünkre szolgál, hogy a Stifel ismét tárgyalója lehet a digitális témahétben. Ennek keretében elkészült projektek közül egy rendkívül fontos kérdés feszegető, sokakat megmozgató munkát szeretnék megmutatni egy ALF-ból tananyagmenedzsment és tesztkészítő szoftverrel. Korunk legfontosabb élőjének nyilvánították a méheket, így ebben a témában készült projektre esett a választás. Ezt a projektet pedig nem mások készítették, mint a Tapolcai Bármos Lajos Látás és Nagy Szép Intézménye, tanáruk Éber Mártával. A projekt neve Mézes Iván. Gratulálok hozzá, és sok sikert kívánok a későbbiekben. Kedves vendégeink, Gere Ferencet látták és hallották. Szeretettel gratulálok én is a nyertes intézménynek. Szülővárosomban létezik ez az intézmény, tehát a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskolának gratulálunk, én egy kicsit külön örömmel is. A legaktívabb külhoni magyar közösség kategória győztesei következnek. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által meghirdetett különdíj nyertes intézményeinek jutalma egy-egy BBC Microbit klubcsomag, amely 10 darab programozható mikrokontroller tartalmaz, illetve iskolánként 200 ezer forint támogatás digitális taneszköz vásárlásához. A nyerteseket dr. Főző Attila László kollégám, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ senior digitális fejlesztője hirdeti ki videóüzenetben. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az elmúlt évekhez hasonlóan a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága idén is díjazta a legaktívabb külhoni magyar közösségeket, és ebben az évben, 2020-ban, az erős magyar közösségek évében 3 iskola nyerte el ezt a külön díjat. A Pázmány Péter alapiskola és óvoda Vágsejéről, Felvidékről, akiknek a projektje a Folyó, ami összekött címmel zajlott, a Hunyadi János Általános Iskola Csantavérről, Vajdaságból, az ő projektjüknek a címe Kalandozások az ókori Egyiptomban, valamint a Nagy István Művészeti Középiskola Csíkszeredából, Erdélyből, akik a Mindannyian Hősök Vagyunk című projektet valósították meg. Sok szeretettel gratulálunk nekik, várjuk őket a következő digitális témahéten,
csak úgy, mint a többi külhoni magyar iskolát és pedagógust. Attila, köszönjük szépen, és most ismerjük meg a három külhoni magyar iskola képviselőit. Elsőként Rekics Muci Natáliát kérem, hogy röviden mutatkozzon be, és mondja, hogy milyen projekttel neveztek idén. Jó napot kívánok, Rekics Muci Natália vagyok, és a Csantavéri Hunyadi János általános iskolát képviselem Vajdaságból. Idén egy érdekes projekttel neveztünk, a Kalandozások az ókori Egyiptomban című projekttel. A díjátadó utáni Teach Meet & Do-ben fogok beszélni róla. Köszönöm. Natália, köszönjük szépen, és ezúton is szeretettel gratulálok nektek, és ahogy utaltál is rá, a második részében a programunknak a Teach Meet-en megismerhetik nem csak ezt a projektet, hanem a következőket is. Szólítom Bartis Erikát, akit szintén felkérek egy rövid bemutatkozásra. Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Bartis Erika vagyok, a Csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola történelem szakos tanára. Mi a magyar szakos kolléganőmmel, Molnár Anna Máriával a Mindannyian Hősök Vagyunk című projekttel pályáztunk. Ugyancsak később hallhatnak róla. Köszönöm. Erika, köszönjük szépen, és gratulálok nektek is. Végül, de nem utolsó sorban ismerjék meg magiszter Kőrös Szilviát. Köszöntök mindenkit Vágsejéről, Szlovákiából. Kőrös Szilvia vagyok, a Pázmány Péter alapiskola és óra igazgató helyettese. Projektünk címe A folyó, amely összeköt, a Vág folyóról szól, annak a történetét mutatja be, az élővilágát és a körülötte található településeket. Köszönöm. Köszönjük szépen a nyertesek bemutatkozását, és természetesen ezúttal is mutatjuk az intézmények névjegyeit tartalmazó diát, tehát még egyszer mondjuk el a nevüket, a Csantavéri Hunyadi János Általános Iskolának, a Csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskolának, valamint a Vágsejei Pázmány Péter Alapiskola és Óvodának gratulálunk szeretettel, és még egyszer elmondom, hogy a programunk második részében a Teach Meet-en megismerkedhetnek ezzel a ezekkel a projektekkel. Folytatjuk a díjátadónkat, mégpedig a Balázs Diák Módszertani Központ külön díja győzteseinek kihirdetésével. A kiírók padlórobotok kreatív használatára hirdettek pályázatot. Ösztönözni kívánták a pedagógusokat arra, hogy saját tervezésű pályákat, kiegészítő kártyákat és feladatkártyákat készítsenek, valamint, hogy ezeket óravázlatok segítségével beépítsék a tanúrai munkába. A legjobb pályázatot benyújtó intézmények nyereménye egy-egy edukációs űrrobot. A kategória győzteseit Löttös Barbara, a Balázs Diák Módszertani Központ módszertani szakreferense jelenti be videóüzenetben. Köszönjük a rengeteg beérkezett pályamunkát. Nagyon nehéz feladata volt a szakmai zsűrinknek. Hosszú mérlegelés után úgy döntöttünk, duplán díjazunk. A Balázs Diák Módszertani Központ két külön díjasa pedig. Vaszari János Általános Iskola, Fekete Lajos, Tardosi Szlovák Nemzetiségű Tanintézménye. És a második díjazottunk Budapest főváros 13. kerületi önkormányzat egyesített óvoda, Napraforgó tagóvodája. Gratulálunk nekik! És hogy mit nyertek? Intézményenként egy-egy edukációs űrrobotot. Kedves vendégeink Löttös Barbarát és kollégáit látták és hallották, természetesen ezúttal is megmutatjuk még egyszer a nyerteseket. Szeretettel gratulálok nekik, a Vaszari János Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Szlovák Nemzetiségi Tagintézményének, valamint Budapest Főváros 13. kerületi önkormányzat egyesített óvoda Napraforgó tagóvodájának.
Maradunk a robotika témánál, hiszen az Edutus Robotika különdíj nyertesének bejelentésével folytatjuk a műsorunkat. Az Edutus Egyetem által kiírt pályázatra olyan iskolák jelentkezését várták, akik több osztály részvételével valósítanak meg robotika témájú projektet a digitális munkarend távtanítási körülményei között. A legjobb pályázó nyereménye egy 150 ezer forint értékű eszközcsomag, mi máshoz a robotika tanításához. Tisztelettel felkérem Szögi Zoltánt, az Edutus Egyetem vezérigazgatóját, hogy hirdesse ki a kategória győztesét. Én is üdvözlök mindenkit, jó napot kívánok! Még mielőtt kihirdetném ezt a különdíjnak a nyertesét, szeretnék pár szót szólni azzal kapcsolatban, hogy az Edutus Egyetem hogyan is kapcsolódik ide. Ugye mi 2014-ben kezdtük el a World Robot Olympiád LEGO robot programozási versenyt szervezni, és ott láttuk, hogy nagyon nagy mértékben emelkedett ezen a résztvevők száma, hiszen első évben csak 11 csapat indult, tavaly pedig már azon kívül, hogy első európai országként megrendezhettük a World Robot Olympiád világdöntőjét, tavaly már 176 csapat vett részt ennek a versenysorozatának a különböző fordulóiban, és ezért is gondoltuk, hogy ehhez a digitális témahéthez érdemes lenne csatlakozni, hiszen számukra is nagyon fontos, hogy a különböző informatikai, természettudományi, matematikai tudományokat minél inkább megszerettessük és megismertessük a diákokkal, hallgatókkal, és hogy ki lett a nyertes. Ugye ez egy kicsit, ezt már többen megemlékeztek erről, speciális év volt, és ezért a robotikát, mint a témakört, ez egy kicsit nehezebben megvalósítható téma volt, de ennek ellenére sikerült egy olyan iskolát kiválasztani erre a különdíjra, akik nagyon sokat tettek ennek érdekében, hogy megvalósuljon ez a digitális témahét és különböző projektek. Egy olyan csapat, akik Mikrobittel foglalkoztak, és Győrben találhatóak, és a nevük pedig a Szabóki Adolf szakiskola volt az, akik megnyerték ezt a külön díjat. Úgyhogy gratulálok nekik, és remélhetőleg tovább folytatják ezeket a Mikrobittel, illetve robotprogramozással kapcsolatos tevékenységüket. Köszönjük szépen Szögi Zoltánnak az eredményhirdetést, egyúttal természetesen ezúttal is gratulálok a kollégáim nevében is a nyertesnek, a Győri Szakképzési Centrum Szabóki Adolf szakiskolájának, a névjegyüket ismét láthatják a dián. Az iskolai könyvtárak az információs műveltségért különdíj kihirdetésével folytatjuk a műsorunkat. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint a Könyvtáros Tanárok Egyesülete által meghirdetett pályázat elsődleges célja a könyvtár pedagógiai munka támogatása volt. A kiírók olyan projektet kívántak díjazni, amely során a diákok egy komplex információs problémát oldanak meg, és egyszerre hasznosítják a digitális, illetve a más forrásból származó információkat. A díjat elnyerő iskola könyvvásárlási keretet, ingyenes OPKM szolgáltatásokat és a Könyvtáros Tanárok Egyesülete szakmai napjára való előadói felkérést, publikálási lehetőséget is nyer. A kategória győztesét Dömsödi Andrea, az OPKM iskolai könyvtári referense, a Könyvtáros Tanárok Egyesületének alelnöke jelenti be. Szólítom Andreát. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és nagyon boldogok vagyunk, hiszen az iskolai könyvtárak az információs műveltségért elnevezésű különdíj átadására már második alkalommal kerül sor most így ezen alkalommal. A különdíjat ebben az évben egy olyan ötlet nyerte, amelynek keretében egy közös olvasmányból kiindulva a mai fiatalok útkeresésére fókuszáltak. A projekt arra keresi a választ, hogy hogyan tudja egy fiatal megtalálni céljait, kialakítani felnőtt életét. Ehhez egy kevésbé népszerű kötelező olvasmányt választottak,
De az is érdekessé válik a projekt során, mert a diákok mai élethelyzetekhez kötött részfeladatokon keresztül, és ráadásul több tantárgyhoz kapcsolódóan tevékenykednek a projekt során, ami egy egész hetes projekt. Nagy értéke a projektnek, hogy az információkeresésben nem hagyják magukra a diákokat, nem csak azt mondják, hogy keressetek információt, hanem ehhez átgondolt méteri támogatást is nyújtanak. Így valóban biztosított a tanulóknak a tanulása. A nyertes pályázat a Kandiddal a világ körül című projektötlet, melyet a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium kollégái, Siffer Tóth Eszter könyvtáros tanár és dr. Farkasné Csató Katalin magyar tanár közösen nyújtottak be. A részletes szöveges értékelést majd nekik fogjuk személyesen elküldeni, és nagyon gratulálunk nekik, nagyon kíváncsiak vagyunk a munkájuk részleteire is. Köszönöm szépen! Gömsödi Andrea, mi is nagyon szépen köszönjük azt is, hogy nem csak bejelentetted a díjat, hanem a rövid laudációt, amelyben kiemelted ennek a projektnek a legnagyobb erényeit. Ezúttal is mutatjuk természetesen a nyertes névjegyét, ezt a következő dián látják, kedves vendégeink. Műsorunkat most egy előre meg nem hirdetett külön díj bejelentésével folytatjuk. A díj odaítéléséről a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ döntött. Mielőtt elárulnánk, hogy pontosan milyen díjról van szó, ismerjük meg a nyerteseket. Elsőként szólítom Magister Henzel Györgyöt, akit arra kérek, hogy röviden mutatkozzon be. Szeretettel köszöntök mindenkit Felvidékről, Búcsról, egy kislétszámú iskola, a Katona Mihály Alapiskola tanáraként. Projektünket témájának címéül a nemzeti összetartozás évében nem is választottunk más, mint magát a Kárpát-medence magyar népét. Köszönjük szépen, természetesen ezt a projektet is meg fogják majd ismerni a Teach Meet-en. És most szólítom Tóth Évát, ugyancsak arra kérem Évát, hogy röviden mutatkozzon be és mondja el a projektjük címét. Üdvözlök mindenkit, Tóth Éva vagyok a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos szakgimnáziumából. A mi projektünk címe az volt, hogy Social Redesign. Mi külső szakértők és egy külső cég bevonásával készítettünk fogyatékkal élők embercsoportok számára weboldalakat, fenntartható fejlődés témakörében, és teljes mértékben a digitális munkarend alatt. Köszönöm. Éva, köszönjük szépen, szerintem te is felcsigáztad sok nézőnk érdeklődését, ezt a projektet is megismerjük nem sokára. És most szólítom dr. Mezei Mónikát, arra kérem Mónikát, hogy röviden mutatkozzon be. Szeretettel köszöntök mindenkit, Mezei Mónikának hívnak, a Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban tanítok történelmi és latin szakon, és a Berzsenyi 11. A osztályával készítettünk egy időutazást előirányzó projektet, Nyújság a Monarchiában címmel, kollégámmal, Kerek Rolanddal. Köszönjük szépen Mónikának is, hát ki mást szólíthatnék, mint Mónika kollégáját, Kerek Rolandot, őt is arra kérem, hogy mutatkozzon be. Üdvözlöm a kedves nézőket, Kerek Roland vagyok a Budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumból, én is, és igen, a Mi újság a Monarchiában című projektet valósítottuk meg történelem szakos kollégámmal, Mezei Mónikával. Roland, köszönjük szépen. Most pedig felkérem a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ egyik vezető munkatársát, Genál Krisztinát, az EFOP 3215 projekt szakmai vezetőjét, hogy ismertesse a díjat, illetve azt, hogy mivel érdemelték ki az imént bemutatkozott pedagógusok ezt a díjat. Köszöntök minden kedves részvevőt, és nagy öröm számomra, hogy pont ezt a díjnak a bejelentésével bíztak meg a kollégák. Kollégáimmal együtt a DPA szakmai csapatával a kivételes időszakra és ugye a digitális téma 5. évére tekintettel úgy gondoltuk, hogy egy különleges díjat egy különleges kollégáknak, több különleges kollégának szeretnénk átadni. Ez a négy kollega, aki eddig bemutatkozott, nem csak azért érdemelte ki ezt a díjat, mert hogy az elmúlt 4-5 évben a digitális témahéten folyamatosan résztvevői, nyertesei voltak, hanem igazándiból ők
folyamatosan nem csak a közvetlen környezetükkel közvetlen környezetükbe támogatták a szakmai megvalósulását ezeknek a projekteknek, hanem a mi szakmai munkánkat is aktívan támogatták a workshopokon való részvételükkel, előadások tartásával. Ezért úgy gondoltuk kollégáinkkal, hogy egy úgynevezett NIVO-díjjal szeretnénk megköszönni mindazt a munkát, amit eddig közösen együtt megvalósítottunk, és sok-sok ilyen évet szeretnénk még továbbra is, hogy együtt töltsünk és közösen munkálkodjunk a digitális témahét, illetve hát így a digitális téma év megvalósításában. És ez a NIVO-díj alatt személyenként vagy díjazottanként 100-100 ezer forint értékű digitális taneszköznek a értékű taneszközöt szeretnénk megköszönni ezt a munkát. Köszönjük még egyszer a munkátokat, és sok-sok ilyen közös munkát szeretnénk még továbbra is. Köszönöm. Köszönöm szépen Krisztinának a méltatást, és természetesen ezúttal is még egyszer megmutatjuk az imént díjazott nyerteseinket, tehát mondom a nevüket, Henzel György, Tóth Éva, dr. Mezei Mónika és Kerek Roland. Köszönjük szépen! És most a Digitális Témahét 2020 pedagógus fődíjainak nyertesei következnek. Mielőtt ismertetnénk a helyezéseket, ismerkedjünk meg a jelöltekkel. Őket ABC sorrendben fogom szólítani, tehát nem fog kiderülni egyelőre, hogy ki milyen helyezést ért el. Elsőként tisztelettel kérem Hippik Angélát, hogy röviden mutatkozzon be, és mondja el nekünk a projektje címét. Hippik Angéla vagyok, a szlovák tanítási nyelvű általános iskola, gimnázium és kollégiumnak a tanára, és a mi projektünknek a címe Hozzuk divatba a matekot. Köszönjük szépen, Angéla, nem árulok el titkot, ha most elmondom, hogy a Teach Meet-en bizony ezt a projektet is alaposabban meg fogjuk ismerni. Szólítom Horváth Anitát és Horváthné Gyurisán Szabinát, akik közösen nyújtották be a pályázatukat, és akiket ugyancsak kérek egy rövid bemutatkozásra. Kolléganőm Horváth Anita, jó magam Horváthné Gyurisán Szabina vagyok, a Soproni SC Hunter Dandor szakképzőiskolájából. Álláshirdetés, destináció, szoftverfejlesztés, utazás a karantén kellős közepén? Államtitkár úr is itt van. És hogy lehet kijutni a Logirintusból? És hogy jött ide Zeus? Ha mindenre kíváncsiak, akkor megtudhatják a Teach Meet-en, ahol digitális asszisztensünk avatja be önöket a titkokba. Digri, ez nem mítosz. Hát ez nagyon izgalmasan hangzott, ahogy hallották a kolléganőktől, megismerhetik ezt a projektet is. Köszönjük tehát Anitának és Szabinának, és most szólítok egy újabb tanárpárost, Somorjai Karolát és Trásherné Horváth Anna Máriát. Kérem őket is, hogy mutatkozzanak be. Szeretettel köszöntünk mindenkit. A Szegedi Karolina iskolából jöttünk, és egy kollégiumi projektet valósítottunk meg, melynek a címe Egy klikkes nemzedék vagyunk, de többek szeretnénk lenni. A játékot, mint közösségformáló erőt vizsgáltuk, és ebből egy projektblokk született. Karola, Anna Mária, köszönjük szépen. Végül, de nem utolsó sorban természetesen szólítom Tútné Keller Szilviát, kérem őt is, hogy mutatkozzon be. Szeretettel köszöntök mindenkit. Tútné Keller Szilvia vagyok, az Újpesti Bajza József Általános Iskola tanítója. Az én projektem címe Erdei séta VUK-kal, amit 4. osztályos gyerekekkel valósítottam meg. Szilvia, köszönjük szépen! Megismerkedhettek tehát a Digitális Témahét 2020 pedagógus fődíjainak jelöltjeivel. Nem akarom sokáig húzni az időt, hiszen fokozódnak az izgalmak. Inkább felkérem Horváth Ádámot, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ vezetőjét, hogy ismertesse a helyezéseket. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és akkor hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy megmutassam az első díjunkat, amely a megosztott harmadik díj a pedagógus kategóriában, mégpedig a megosztott harmadik helyen végzett Somorjai Karola és Trásherné Horváth Anna Mária Egy klikkes nemzedék vagyunk, de többek szeretnénk lenni projektblog című projektje. A díjuk 100 000 forint értékű digitális taneszköz. Gratulálok!
A megosztott harmadik hely másik nyertesét is szeretném bejelenteni, mégpedig ugyancsak a harmadik helyen végzett Hipik Angéla, aki a Hozzuk a divatba a matekot című projektet valósította meg diákjaival, a díj 100 000 forint értékű digitális taneszköz. Szeretettel gratulálok neki is. Most pedig következzen a második helyezett, aki idén nem más, mint Horváth Anita és Horváthné Gyurisen Szabina. Projektjük címe Digrik, ez nem mítosz. Díjuk 150 000 forint értékű digitális taneszköz. Gratulálok! És ilyen módon nem meglepetésként az első helyezett a digitális témahét 2020 pedagógus fődíját, vagyis az első helyezést Tóthné Keller Szilvia érdemelte ki az Erdei Séta Vukkal című projekttel, díja 200 000 forint értékű digitális taneszköz. Gratulálok! Kedves vendégeink, meg is mutatta Attila kollégám, Tóthné Keller Szilviát, a boldog nyertest fődíjas, de természetesen nem csak neki, hanem valamennyi helyezettnek szeretettel gratulálok, és ismét megmutatjuk a nyertesek névjegyeit a következő dián. Tehát szeretettel gratulálunk Hipik Angélának, Somorjai Karulának, Trásserné Horváth Anna Máriának, Horváth Anitának és Horváthné Gyurisen Szabinának, valamint Tóthné Keller Szilviának. Most pedig következzenek a Digitális Témahét 2020 intézményi fődíjai. Mielőtt ismertetnénk a helyezéseket, ezúttal is arra kérem a jelölteket, hogy mutatkozzanak majd be. Pontosabban az intézmények képviselői fognak bemutatkozni, őket szintén ABC sorrendben fogom szólítani. Elsőként kérem tisztelettel Bíróné Szabó Brigittát, hogy mutatkozzon be, illetve mutassa be röviden az intézményüket. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Püspökladányból. Az Erős Lajos Református Általános Iskola intézményvezető helyettese vagyok. Az iskolánk a Tiszántúlon, Hajdú-Bihar megyében található, és a projektünk címe pedig Ki miben erős? Erős hét 2020 címmel igyekeztünk a gyerekeknek lehetőséget adni arra, hogy megmutathassák, miben tehetségesek a digitális munkarend idején is. Brigitta, köszönjük szépen, és most szólítom Csányi Juditot, őt is arra kérem, hogy röviden mutassa be az intézményüket. Szeretettel köszöntök mindenkit Orosházáról. Csányi Judit vagyok, az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola általános igazgató helyettese. Intézményünkben a 30. jubileumi madarak és fák napi ünnepet a digitális témahét keretében tartottuk meg. Csányi Judit, köszönjük szépen. És most Izsák Dávid Pál következik, őt is arra kérem, hogy röviden mutassa be az intézményüket. Látom, nem egyedül van. Izsák Dávid vagyok, a Törökbálint Imándi Ignác Általános Iskolából. Háttérben mögöttem a Minecraft figuránk van. A mi fő projektünknek a produktuma egy kalandpálya volt, és a projektünk címe pedig Határtalanul a Kárpát-medencében. Köszönjük szépen, tehát a háttér ugye jelezte, hogy miről szólt ez a projekt, ezt is meg fogják ismerni, nem árulok el titkot a program második részében a Teach Meet-en. És most szólítom Nógrádi Lászlót, akit arra kérek, hogy mutatkozzon, belátom, hogy ő sem egyedül van. Tisztelettel üdvözlök mindenkit, Nógrádi László vagyok, a Győri Radnóti Miklós Általános Iskola informatika tanára. Intézményünk névadójának születésnapjáról a Radnóti hét keretében emlékeztünk meg Fekete Norbert magyar tanár támogatásával, ami egyben a mi digitális témahetünk is volt, ha lábamhoz térdepel egy bokor mottóval. Köszönjük
Köszönjük szépen! Megismerhették tehát a Digitális Témahét 2020 intézményi fődíjainak jelöltjeit. Most pedig ismét felkérem Horváth Ádámot, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ vezetőjét, hogy vegye elő azokat a borítékokat, és ismertesse az intézményi fődíjasok sorrendjét. Ádám, arra kérlek, hogy kapcsold fel a mikrofonodat, mert akkor hallani is fogunk. Ó, azt hiszem, hogy bőven elég önmagában csak a képeket megmutatni, és aztán pedig a díjazottaknak a nevét bemutatni, de azt hiszem, hogy talán mégiscsak a mikrofonon keresztül én is bemondom őket. Először a megosztott harmadik díjak közül az elsőt szeretném bejelenteni. Zimándi Ignác Általános Iskola Határtalanul a Kárpát-medencében című projektje, a díjuk 200 000 forint értékű digitális taneszköz. Gratulálok a nyertesnek! A következő szintén még harmadik megosztott helyezett pedig a Győri Radnóti Miklós Általános Iskola. Projektjük címe, ha lábamhoz térdepel egy bokor, szeretettel gratulálok nekik is, és szintén hasonlóan 200 000 forint értékű digitális taneszközt nyertek. A következő díj, a második intézményi díj, idén az Orosházi Vörös Marti Mihály Általános Iskola nyerte. A díjat a Madarak és Fák Napja 30. ünnepe című projektjükkel érdemelték ki. A díjuk 300 000 forint értékű digitális taneszköz. Gratulálok nekik is! És végül az intézményi kategória első helyezettje. A Digitális Témahét 2020 legjobb intézményi projektje, a Kimiben Erős, Erős Hét 2020, amelyet az Erős Lajos Református Általános Iskola valósított meg. A díjuk 400 000 forint értékű digitális taneszköz. Gratulálok nekik! Ádám, nagyon szépen köszönjük, és gratulálok a boldog pedagógusoknak. Ugye a fődíjasainkat láthatták az iménti képeken, akik nem egyedül töltötték, tehát ugye intézményi kategóriában ezt a díjátadó ünnepséget, az izgalom perceit. És most ismét megmutatjuk a díjazottak névjegyeit, tehát kérem Attilát, hogy mutassa meg a díjazottjainkat, a Zimándi Ignác Általános Iskola, a Győri Radnóti Miklós Általános Iskola, az Orosházi Vörös Marti Mihály Általános Iskola, valamint az Erős Lajos Református Általános Iskola névjegyeit szeretettel gratulálunk. Ádámot arra kérem, ne menjen messzire, mert mindjárt visszaadom neki a szót. Az együttműködés külön díj átadásával zárjuk a programunkat. A kategória díját olyan iskolának, iskoláknak ítélte oda a szakmai zsűri, akik együttműködve valósították meg a projektjüket, és ennek során törekedtek a projekt alapkérdésére irányuló kutatás közös tervezésére, megvalósítására, a produktum együttes megalkotására és értékelésére. A nyertes intézmények díja egyenként 150 000 forint értékű, az oktatásban használható eszköz. Kérlek tehát, Ádám, hogy te, mint a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ vezetője, hirdess ki a nyerteseinket. Köszönöm szépen! Az együttműködési külön díjat nyerte a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, valamint az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium. Gratulálok a nyerteseknek! Ádám, köszönjük szépen, természetesen én is gratulálok a nyerteseknek, a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumnak, valamint az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium Általános Iskola és Kollégiumnak. Az intézmények névjegyét ezúttal is mutatjuk. Kedves vendégeink, hölgyeink és hölgyeim és uraim, támogató partnereink, nyerteseink,
Ezen a véget ért a Digitális Témahét 2020 díjátadó ünnepsége. Még egyszer gratulálunk mindenkinek és minden pályázónak is, köszönjük a részvételt a Digitális Témahéten, és természetesen minden iskolának köszönjük, akik csatlakoztak a programsorozathoz.